Nem hajthatott be ez az autós csókakő területére. A települést ugyanis műveleti körzetté nyilvánította a rendőrség. Az egyenruhások csak azokat engedték be, akiknek indokolt volt a községbe jutása, így a lakcímkártyával rendelkező helyiek, illetve a reggeli élelmiszer szállítmányok akadálytalanul juthattak el csókakőre. Az ide látogatók tudomásul vették a rendőrségi rendelkezést. Az életben mindennek oka van, hát biztos, hogy nem jó kedvéből. A rendőrség tájékoztatása szerint a település műveleti körzetté nyilvánítására azért volt szükség, mert bűncselekményt akartak itt elkövetni. Ennél többet azonban nem árultak el. A híradó úgy tudja, hogy az intézkedésnek köze van a ma 5 éves jubileumát ünneplő Magyar Gárda budapesti rendezvényéhez. A csoport megalakulására szombaton délután a Hősök terén emlékeztek. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság szóvívője nem erősítette meg értesüléseinket, de nem is cáfolta azokat. Fokozott ellenőrzés célja, illetve arról, hogy pontosan miért került műveleti körzetnek kinyilvánítva és minősítve csókakő, nem álmodomban nyilatkozni. Csókakő polgármestere nem érti, miért van szükség a több száz egyenruhásból álló rendőri erőre és a teljes zárásra. Nincs semmi, és egy ilyen rendőri erőt kivonultatnak. Fűrész György szerint ez az intézkedés túlzás, hiszen semmilyen bűncselekmény nem történt a településen. Ha most a gárda mozgalom, mit tudom én, milyen napjai vannak, és attól tartottak, hogy ide a Horthy szoborhoz esetleg megemlékezés jön, nem volt ilyen szándék. Én végignéztem az összes jobboldali honlapot, nem láttam, hogy bármilyen ilyen társadalomra veszélyes cselekményt kellene itt megelőzni. A polgármester nehezményezte azt is, hogy az intézkedésről a rendőrség nem tájékoztatta őt, a hatóság azonban cáfolta a településvezető ezen állítását. A műveleti területen nem történt semmilyen bűncselekmény. A zárást a rendőrség délután 3 óra előtt feloldotta.